Lekerült a búza a táblákról, eljött a tarlóhándás ideje. Itt a nógrádi dimbek dombok között találkoztunk egy fiatal gazdálkodóval, aki egyéni vállalkozóként rója a területet a határba, méghozzá egy csodaszép kézi-háztraktorral. Mikor találkoztál először a kézi-hát kifejezéssel, vagy az erőgépekkel? Hát itt a munkám során már többször találkoztam a márkával. Van tapasztalatom, a gépparkban több IH is dolgozik, de ilyen teljesítmény és ilyen méretű gép még nem. Egy ilyen csodálatos nagy járgány, főleg ilyen járószerkezettel elég meglepő. Miért éppen ezt választottátok? Mindenképpen egy nagy teljesítményű gépre gondoltam én, és itt a talajtaposás és a tapadás, ugye a domborzatból adódó problémák miatt mindenképpen egy hevederes gépre gondoltam, és ebbe a megoldásban ez a Delta hevederes, ez ennek van itt létjogosultsága, és a legkomolyabb múltja és a legkomolyabb tapasztalata ugye a Delta hevederes gép gyártásában az IH-nak van, ugye már most lassan már ugye meghaladta a 20 évet, éppen ezért nem volt kérdés az, hogy ez mellett döntök. Akad-e valami gond a fordulékonysággal, mozgékonysággal? A gép a teljesítménye és a mérete ellenére egyébként nagyon fürge és jól fordul. Abszolút nem okoz problémát egyébként ez a formátlan, lehetetlen domborzat neki. Pont ez ennek a gépnek a sajátossága, hogy mindenféle terepakadályt a lehető legnagyobb tapadás megtartásával le tud győzni. Igen, de az aggodalom már is fölmerült az emberekbe, hogy gumiabroncsot már tudnak szerelni, de ilyen delta járószerkezetet, hogy így mondjam, még nem is láttak. Könnyen szerelhető ez? Van mögötte szerviz, alkatrész, minden? Természetesen itt megint csak mindennek az alapja a szerviz és az alkatrész. Egyébként annyi könnyebbség van a gumis felszereléshez képest, ugye azt mindig el kell vinni egy gumis műhelybe, gumiemberhez, de ezt egyébként itt a tarlón is meg lehet csinálni, csupán a két nagy támasztókeréknek a külső tárcsáját kell leszerelni, és onnantól kezdve a heveder az le és visszarakható. Én úgy gondolom, hogy az anyagköltség az nyilván magasabb, mint egy hagyományos gumiabroncsnál, de maga a szerelés, maga ennek a díja, én úgy gondolom, hogy egy idő után már saját erőből is megoldható, ez még szakszervis sem fog kelleni. Ez egy olyan alakzáró hajtás, ami mind a nyomaték közvetítésben, mind az oldaltartásban tökéletes megoldást biztosít. Tehát gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ez a traktor milyen körülmények között dolgozik, lehet ez sík, lehet dombos, tekintettel arra, hogy mindig négy ponton támaszkodik a talajon, ezért létezik az, hogy a párhuzamos járószerkezetű, illetve heveder szerkezetű traktorokhoz képest ez nagyobb vonóerővel rendelkezik. A helyzet az, hogy nagyon nehéz volna egyébként itt az 500 lóerős teljesítmény kategóriáról beszélünk, kerekeken ezt a talajra közvetíteni. Persze lehet ikerkereket, lehet alacsony nyomású abroncsokat használni, nem sokkal olcsóbbak egyébként, tehát ezt már többször papírra vetettük, hogyha ezt valaki összehasonlítja, és figyelembe veszi azt is, hogy azért azok az abroncsok jóval sérülékenyebbek, borzasztó drágák, önmagában egy automatikus levegőrendszer sem két fillér, tehát egy hosszú távú üzemeltetés számolva mindenképpen ez, ami jobban megtérül. Én azt gondolom, nagyjából ugyanúgy, mint ahogy az axiál rotoros technológia erőretöréséről, hogy a statisztika az, ami igazán nem hazudik, ezek a gépek egyre nagyobb teret nyernek, és egyre nagyobb területen terjednek el világszerte. Ma már minden valamit magára adó nagy traktorgyártónak létezik hevederes járószerkezetű modellje, általában egyébként a Quattraknak a hát valami fajta másolását próbálják ők a piacra bevezetni, ami igazából abból a szempontból szerencsés, hogy azért az látszik, hogy ez egy nagyon jól bevált konstrukció. 97-ben épült az első hevederes járószerkezetű Steiger traktor, amit még akkor Steigernek hívtak. Mára ez a fejlődés töretlen, és a legújabb modell az tulajdonképpen itt látható mögöttünk. Járószerkezettel kapcsolatban meglepő dolgok voltak, ugyanis hogy ennek az egész járószerkezete úgymond a fülkén kívül nem rugózik, és hát voltak apró aggodalmaim a felől, hogy esetleg majd valami kényelmetlenséggel találkozok, de ennek ellenére egy nagyon jól eltalált konstrukció ez, és azt mondom, hogy a mindenféle rugózással felszerelt normál traktorokhoz képest talán még jobb is, kényelmesebb. Itt ugye pontosan ez a lényeg ennek a járószerkezetnek, hogy többszöröse itt a felfekvő felület, mint egy hagyományos gumiabroncsnál, ezáltal nyilván a talajtaposás, a fajlagos talajnyomás és a nyomaték átadása is jóval kedvezőbb. Élettartamra vonatkozóan volt legény az udvaron, aki azt mondta, hogy a bicskával átszúrja ezt a szerkezetet, hát mégsem sikerült. Milyen anyagból van ez? Hát ez természetesen ugyanolyan anyagból készül, mint a gumiabroncsnak az oldalsó fala, tehát ilyen acélszálakkal megerősített, úgyhogy én nem gondolom, hogy van valakinek a környéken olyan bicskája, ami ezt átszúrja.
A portás kérdezte, hogy akkor ez most traktor vagy harckocsi? Ez inkább harckocsi. Hát ugye ez ugyanolyan, mint egy traktor, csak mindent elhúz. Tehát ott, ahol a hagyományos traktorok azt mondják, hogy már nem akarnak fölmenni, ez még ott is fölmegy, és még hátrafelé is, és még úgy, hogy nevet közben a pilóta. Elsősorban ugye a márka, meg bízhatóság az, amit motivált ennek a választásában, és ugye nem elhanyagolandó az alkatrészellátás, illetve a megbízható szerviz háttér, komoly tapasztalattal rendelkező csapat, aki esetleg itt szezon közben bármilyen probléma felmerül, itt segítséget tud nyújtani ebben. Kivel dolgoztok együtt ebben a munkában? Az IH-k, illetve a Quattraknak a szervizelésével, az Agromax cég az, aki itt a segítségemre siet, hogyha valami problémám van. Az Agromax szerviz milyen szinten áll emögött alkatrészben, gyorsaságban? Visszatekintve úgy gondoljuk, hogy pontosan az a bizalom a irántunk, hogy ezt majd garanciával és szervizzel és alkatrészsel el fogjuk tudni látni. Végül úgy gondolom, hogy a döntés így született meg a mi irányunkba. Ahogy a gépet szemlélem, úgy látom, hogy itt 100 milliós nagyságrendű traktorról van szó. Tehát nem kis kategória. Hogyan lehet az, hogy ezt az Agromax be tudta vállalni, ami köztudottan a szürke kategóriás cégek közé sorolnak, tehát úgymond nem hivatalos kézmárka képviselet? Így van, pontosan mi nem vagyunk hivatalos kézmárka képviselet. Ezzel kapcsolatban én korábban is mindig azt gondoltam, hogy csak az eredmények azok, amiket nem kell megmagyarázni. Egyébként azért ezt fontos megjegyezni, hogy amióta Európai Uniót írunk, és ennek Magyarország tagja, azóta ez egy okafogyott kérdés, hiszen ez a mögöttem látható traktor, ez egy teljesen hivatalos márka kereskedőtől származik, természetesen nem Magyarországról, hanem egy nyugat-európai márka kereskedőtől, aki ugyanúgy a garanciális és minden egyéb a traktor jogviszonyát, illetve üzemeltetését biztosítandó feladatkört ugyanúgy el tud látni, mint egyébként, ha ez mondjuk egy magyarországi hivatalos márka képviselőnél történt volna. Minden ilyen lehetőségünk megvan, egészen addig, hogy szerviz tanfolyamot is tudunk szervezni a saját kollégáinknak a gyárban, akár Ausztriában is, hiszen ezt is biztosítja az a márka kereskedő, akivel mi kapcsolatban állunk. Ebben az évben több helyen találkoztunk már a Agromax-szal, több régióban felbukkant. Ez azt jelenti, hogy országos képviseletről vagy regionális képviseletről van szó? Továbbra is szigorúan regionális képviseletről van szó. Nincsenek ilyen világuralmi terveink. Andrással elég sok időt eltöltöttünk egy olyan rendszerben, ami működött is, meg nem is. Mi azt gondoljuk, hogy amit mi célul tűztünk ki, ahol tulajdonképpen minket megismertek, aminek következményeként például ezt az üzletet meg tudtuk kötni, mi továbbra is ott szeretnénk működni, ez Nógrád megye, Pest megye, illetve Bács-Kiskun megyének az északi része. Nagyon fontosnak tartom az optimális teljesítmény, terület teljesítmény és üzemanyagfogyasztás mellett azt, hogy megfelelő eszközt válasszunk a gépjármű mögé. A jelenleg vonszolt 12 méteres Porsche Joker tárcsa, amit az Axial segítségével került hozzám, ez egy ilyen bemutató gép, hogy mégis ki tudjuk próbálni, hogy körülbelül mi az az eszköz méret, amit ennek a körülményeknek, ezeknek a körülményeknek, illetve ennek a dombozatnak megfelel, hát hogyha így segít megválasztani a megfelelő eszközt. Nem tudom, a saját terület mellett foglalkoztak a bérmunkával, éves üzemóra kihasználásra mit terveztél ennek a traktornak? Hát lehet, hogy meglepő lesz, de bérmunkával én nem foglalkozom. Sokkal fontosabbnak tartom a mezőgazdaságban a precíz és mindig időben elvégzett megfelelő munkát. Ez én azt gondolom, hogy sokkal több hasznot tud hozni, mint egy bérmunka. És mivel hogy gépteljesítmény szűkében voltam, így ezért választottam ezt a gépet, ami egy kezelővel szinte dupla teljesítményt nyújt az eddigi gépeimhez képest, nem gondolkoztam egyelőre bérmunkában.